És tisztelettel köszöntök mindenkit. Látom azért még valakiknek jelent valamit, mert én a szőlőhegy, ez az iskolakápolna, főleg akik itt tanultak. Elgondolkoztam ezen a dolgon, ez az iskolakápolna már múlt. Alig pislákol valami, és olyan szomorú vagyok, mert nem látom a jövőt. Meg szeretném köszönni a Kovács nénémnek, a Szabaripa nénéméknek, a Fejüsterike nénémnek, a Magyar Sáfrán családnak azt a sok áldozatot, amit ezért a templomért tettek, akik még nekem most segítenek sokat, a Szendi család, az István család, köszönet tisztelet érte. Nem akarok senkit megbántani, mert a mai világban már nem kell az Isten, csak a pénz kell, és hogy mondjam, nehéz összetrombitálni, összerendezni a népet, és köszönet, akik eljöttek. Meg szeretném kérni az unokatestvéremet, a Bözsikét, hogy legyen szíves mondani egy pár szót, és majd megkérem elnézést, azzal kellett volna kezdeni, hogy a főtisztelendőrat, a püspököröt üdvözlöm, természetesen a tisztelendőrakat, és nem tudom, tud-e róla, hogy ma van a napja. Jóisten értesse minden Lászlót, a Jóisten értessen a Pálokat is, majd azok is jönnek meg. Mindenkit Isten értessen. Bözsikém, légyen kedves! Kedves püspök úr, tisztelendő urak, kedves szőlőhegyiek, elszármazottak és meghívott vendégek! Bakó Gyuri felkért, hogy próbáljam emlékeim felidézni a gyermek és ifjú koromból. Többször is végig gondoltam, mit tudnék én mondani olyan emléket, amelyet más nem tud az elszármazottak közül. És ugye főleg a Bakó Gyuri nénye visszaemlékezésre is köszönti után vállalni egy ilyen dolgot. Én olyan elszármazott vagyok, aki még a régi otthonába is vissza tud jönni, mert él még az édesanyám, a régi ház áll, bővítették, sőt két kis apróság is nevelkedik ott, drága jóapám viszont már itt nyugszik a temetőben. Ez a hely, ahol most szentmisét hallgatunk, ez volt így egyben, ahogy van, a templom és az iskola. A torony a kereszttel. Milyen szép egységben gondolták ki eleink ezt az épület együttest. A hídben megerősödést nyújtó kis kápolna rész, a szentély, aztán az értelmet nyitogató, gyarapító és fenntartó, oktatást szolgáló nagy terem, ami a hétköznapok során iskolai tanterem, ünnepnapokon pedig az egész együttes egyhajós templommá vált. Hétköznapokon, amikor az ajtók a kápolna rész előtt becsukódtak, mi akkor is éreztük és tudtuk, hogy az ajtó mögött vigyáz ránk a mindenható. A tanítói lakásban a tanítónéni lakott testvérével, őket mindenki szerette és tisztelte, és ők is szeretettel voltak minden itt élő iránt.
Ennek az épület és együttesnek a titkát az átutazó nem ismerheti és nem is látta, és semmi jele nem volt annak, még tábla sem jelezte, hogy ez egyben az iskola is, csak mi, akik itt nőttünk fel, itt éltünk mindennapjainkban, mi kaptunk életre szóló, meghatározó útravalót az isteni szeretetből, az ember szeretetből, ami értékmegőrzővé tett bennünket, legalábbis ezt remélem. Hiszen személy szerint ismerjük egymást, és mindenki becsületes, tisztességes emberré vált, szép családokat alapított. Itt Szőlőhegyen minden házban teljes család volt, szülőkkel, gyerekekkel. A tanítás délelőtt délután az 1-4 és az 5 osztályokban összevontan folyt. Eleinte még villany sem volt, az egész település petróleum lámpákkal világította meg a sötét estéket. Az alsó tagozatos osztályokban a tanítónéni, a Bíró Mária tanított bennünket, így engem is. Emlékszem, az első osztályban a tanítónéni nagy türelemmel, szelíd szigorral, hivatásából fakadóan mindent megtett azért, hogy az alapokat jól elsajátítsuk. Pedig abban az időben csak rétával dolgoztunk a táblánál, de én biztos vagyok benne, és ezt az élet már bebizonyította nekem, és bízom benne több iskolatársamnak és szülőnek is, hogy az itteni iskolából kikerült gyerekek a továbbtanulásaik során nem voltak hátrányban a lépést tudtak tartani gimnáziumban, szakközépiskolákban, szakmunkásképzőben a nagyobb helyről kikerült diákokkal. Pedig 4 osztály volt ebben a nagy teremben egyszerre. És a tanítók az úgynevezett hangos órán le tudták adni az anyagot annak az osztálynak, amelyiknek az volt az óra rendjében. A másik 3 osztály a tanítók óra elejé eligazítása alapján dolgozott csendben, tanulta az anyagot, az új anyag óra vázlatát önállóan a tanári útmutatás alapján végezte. Én szerettem ezt az osztatlan oktatást, ugyanis rengeteg ismerethez jutottunk jó előre. Az azt jelenti, hogy az elsős anyagnak meg tudtuk ismerni a folytatását egészen a 4. osztályig, aztán az 5. osztálytól a 8. osztályig. Következő osztályokat mindig úgy kezdtük, hogy már nem volt teljesen ismeretlen az anyag, mert az óravégi csendben dolgozók összefoglalóit mindig meghallgattuk. Az én osztályomban 7 voltunk, a legtöbb létszámú osztálya húgomék osztálya volt, ők 9 voltak emlékeim szerint, a többi osztályban 3-4-5 fő, de még volt 2 fős osztály is. Az 5.-6. osztályban Berkes Miklós tanítóbácsi tanított bennünket 2 évig, aki Medináról járt ki, majd a 7.-8. osztályban új tanárt kaptunk Péter Albert személyében, aki itteni családnál lakott és tanított bennünket. Mindhárom pedagógus azon volt, hogy minden gyerek megtanulja az anyagot, rengeteg időt foglalkoztak velünk, nem csak a tanórákon, hanem azon kívül is rengeteg hasznos elfoglaltságban lehetett részünk. A tanítónéni himezni, varni tanította lányokat, aztán a fiúkkal közösen a virágos kert, a konyhakert művelésből is kivettük részünket, az udvar gyönyörű virágos volt, a konyhakert pedig mindig szépen művelt. Tanítóbácsikkal kirándulásokon vettünk részt, persze nem valahova messzire utaztunk, hanem a környéket jártuk be, ismertük az erdőt, mezőt, minden virágot, minden madarat, költőhelyeket. Szép gyűjteményeink voltak, szárított, préselt növényekből, fakérgekből, bogarakból, körtőmadarak tojásaiból, kézimunkákból. Az évzárókon mindenki megcsodálhatta az évi munka eredményét. Az ünnepekre színjátszó csoportként is működve egész estét betöltő színdarabokat tanítottak be nekünk a tanárok, benn voltva a kisközösség már iskolába nem járó fiataljait is. Ezek voltak minden évben a téli estéket kitöltő szereptanulások, próbák, aztán a színpad kialakítása, jelmezek, színpadi berendezések összehordása, és a végén az ünnepi előadások az itt élők és a környékről érkezők örömére megtelt kultúrházban. A hitben való nevelkedést a szülőknek köszönhetjük, akik azokban a nehéz időkben is vállalták a harcot, a meggyőzés sem tántorította el őket az elhatározástól.
a hittanóra, az első áldozás a bérmálás szentségének megadása elől. Szüleim és minden szülő mindent megtett, hogy naponta tiszta ruha legyen rajtunk, meg legyen a betevő falat, ami nekik nagy gondot okozott, de szegénység meglétét mi gyerekfejjel nem vettük észre, mert úgy emlékszem, megvolt mindenünk, ezen kívül minden szeretetükkel felénk fordultak, mindig számíthattunk, és a mai napig is számíthatunk rájuk, akiknek még élnek a szüleik. Biztonságosak voltak a napjaink, a holnapjaink. Rengeteget dolgoztak, dolgoztunk a földeken, itthon a ház körül, a kert, az állatok körül, amiknek gondozásában minden gyerek részt vett, örömmel tettük a dolgunkat a szülőkkel együtt, boldogan, nevetve, beszélgetve, jó hangulatban folyt a munka. Abban az időben errefelé még a busz sem járt. Ha bárhova el akartunk menni, akkor Medinára vagy Harcra mentünk buszcsatlakozáshoz. A Pesti Katica, a Merényi Laci, Lőrinc Jani osztályában tanulók idejében történt, hogy a Pesti Gyuszi bácsi, aki motorral járt be Szekszárdra a bútoriparihoz dolgozni, kijárta nekünk, hogy Szekszárd, Harc, Gyöng vagy Pincehely, nem tudom pontosan, hogy ezen az útvonalon is járjon a busz Szekszárdra, hogy a továbbtanulók eljutussanak az iskolába. Emellett sokszor gyalogoltunk oda-vissza Medinára vagy Harcra, vagy Medináról, vagy Harcról haza a munka, vagy az iskola végeztével. De ezek is kedves emlékek, jó hangulatban jöttünk, mentünk, dideregve vagy kánikolai melegben. Nyulász Ilonka néni, mint dolgozó nő, jött vagy ment velünk tanulókkal. Ő volt itt a kántor hosszú időn át a szentmisék alkalmával. A püspök úr nagynénye a Bakó Juci néném szomszédja volt. A püspök úr gyerekként nyaranta itt nyaralt, így mondhatom régi ismerős, és ő is hazajáró. A fiúkkal sokat játszottak, beszélgettek. Mint pár évvel ezelőtt Juci néném még visszaemlékezésében elmondta, már akkor látszott rajta, hogy más, komolyabb, elhivatott volt, de akkor még nem tudhattuk, hogy kiválasztott. Ez a hely ma már csak az Isten házaként használatos. A lakóházak többségéből kihaltak a szülők, nagyszülők, fiatalok pedig egy-két kivételtől eltekintve elszármazott lett. Az itt élők a 80-as évek elejét vagy végét tapossák, akik még páran élnek, a többség kinyugszik a temetőben. Az elszármazottakból is többen már nincsenek köztünk, osztálytársaim, iskolatársaim, akiknek egy része is itt van a temetőben vagy lakóhelyén lévő öröknyughelyen. Ez a kis tornyos, harangos épület a jel. A feltkiáltó jel most már. Csak ilyen alkalmakkor telik meg a hívőkkel, az itt élők csak páran vannak, akik havonta gyűlnek össze e helyen. Itt kell köszönetet mondani Mihály diakónusnak, aki sok éven át igyekezett a hitet, a reményt tartani az ide betérőknek, és köszönjük Zoltán atyának, hogy most ő próbálja tartani lelkükben a hitet, és köszönjük püspök atyának, hogy minden évben szakít időt számunkra, hogy aztán gondolatai megosztásával a következő alkalmig kitartó megerősítést kapjunk. Minden egyes alkalommal, hálával, szeretettel és köszönettel gondolok és gondolunk. És mint tudomásomra jutott, a püspök úr a bérmálás szentségét is kiszolgáltatja egy fiatalnak, ami számomra megható, és a helynek az isteni kegyelem örök emléke lesz. Erőt, egészséget kívánok! Kívánunk a püspök úrnak, a kedves tisztelendő atyáknak, minden kedvesíti jelenlévőnek és távol lévőnek. A távol lévőkre, a betegekre és az örök nyugalomra tértekre is szeretettel gondoljunk, és imádkozzunk értük a Szent Mise során. Köszönjük szépen! Julika, te mindig akarod, hogy én szóljon. Szeretném. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt minden évben megrendezésre kerül ez az elszármazottak találkozója. Püspök úr, köszönöm neked is, hogy minden évben szakítasz időt. Emlékszel rá, az elején arról volt szó, hogy majd meglátjuk, hogy majd
hogyan lesz. Először azt mondtad, hogy amíg a Juci nénénk él, addig legyen minden évben. Most már elment Juci nénénk is, és nagyon sokan nincsenek itt azok közül, akik velünk voltak. De úgy gondolom, hogy köntről nagyon nagy szeretettel néznek bennünket, és örülnek neki, hogy minden évben összejövünk, és emlékezzünk, és megemlékezzünk róluk is. Hadd mondjak el egy érdekes dolgot, ami az idén történt, és mély nyomot hagyott bennem. Otthon a házunknak van egy beüvegezett terasza, és erre a teraszra, az üvegre rácsapódott egy galamb. Ennek a galambnak a teste, a lenyomata ott maradt az üvegablakon. Nagyon sokáig gondolkodtam rajta. Bocsánat. És néztem, és nem tudtam eldönteni, hogy a Szentlélek szállt oda, és maradt ott, vagy valamilyen jel, és látszott, ahogy szinte elszállt a lelke ennek a isteni teremtménynek. És most, hogy a Gyurika kért, akkor az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy ilyen érzéseim vannak ezzel a helyen kapcsolatban is, hogy megéri mindig az, amit itt kaptam, az itteni emberek, a szüleim, a nagyszüleim, a rokonok, az ismerősök, az a jó közösség, ami ide tartozott. És ezek az érzések ugye ugyanolyanok, mint ennek a galambnak a képe, amit hosszú ideig láttunk, és nem mostunk le, az eső mosta le, direkt azért, hogy láthassuk. Ugyanilyen érzéseim vannak, hogy ezek az emlékek mélyen nyomot hagynak, mélyen bennünk ülnek, és egy idő után, amikor már nem leszünk, elillannak. De sokáig megmaradnak ezek az emlékek, és bízom benne, hogy itt a fiatalok, akik eljönnek, és azok a gyerekek, vagy azok a hozzátartozók, akik részt vesznek ezen az eseményen, azok visznek ebből valamit magukkal, és bizony mondtad, hogy ez nem mindenkinek jelent olyan nagy dolgot, de én azt hiszem, hogy ha ennyi jó ember együtt van, és a Jóisten is úgy akarja, akkor mindenkinek nagyon sokat jelent, és mindenkinek ad egy olyan útravalót, amiből újra tudja élni azokat az emlékeket, tovább tudja vinni azokat a dolgokat, és meg tudja őrizni azokat az emlékeket, amiket itt kaptunk, vagy ettől a helytől, és ezektől az emberektől, akik nekünk sokat jelentenek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy mindig részt veszel és segítesz nekünk, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan, talán még soha nem is voltak ebben a templomban ilyen sokan, és nem szolgáltak ennyien, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Én is köszönöm, gondolják el, mondta az Erik, hogy nem készült erre beszélni. Minek volna készült? Erik elég, legyen is jó. Móra Ferenc, szeresd a gyermeket. Szeresd a gyermeket. A sivatag-hegyen, hol villám között vala az Úr jelen, a legszentebb parancs nincs kőtáblára írva. Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon, aranybetűkkel az örök irgalom az ember szívbe írta. Szeresd a gyermeket. Még néhi szárnya van, a csillagok közé ő még el-elsuhan, s kitárja vidoran a mennyek ajtaját. Hiába könyveid, hiába lángeszed az Isten titkait,
ki nem kémlelhet ez, csak gyermek lelkeken át. Szeresd a gyermeket. A lét napfénye ő, estelik, hogyha megy, hajnalik, hogyha jött. Csöpp lábai nyomán az öröm kertkezendül, bimbónyi kis keze áldással van tele, s melyik szeráb zene érhetne föl vele, ha víg kacaj az endül, szeresd a gyermeket. Hisz oly hálás szegény, egyszerre könny mosolyra jobb csillag szemén, ártatlan kis szívét az öröm megtelli, köszönetét akár az esti fuvalom, mely félve játszadod a harmatos gajon, oly halkon rebegi. Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt, ringasd el lágyon a szegény kis szenvedőt, lehúny pilláinak töröld le könnyeit. S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, egyen láthatatlan kéz a csillagok felett letörli védkeit. Köszönjük szépen! Hát őszintén szólva nekem is nagyon nehéz megszólalni, és én egy olyan dologról szeretnék beszámolni, ami a szívemben megfogant, és Medina község polgármesterének eleget téve. Medina község polgármesterének eleget téve nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy Medina szőlőhegy történetével elkezdjek foglalkozni, és itt van egy pár gondolat, egy pár kutatás, amit nagyon-nagyon szívesen bárkinek e-mailen elküldök, de még természetesen nincs vége a kutatási munkának. Ezúton is nagyon sok szeretettel szeretném megköszönni Bözsike néninek és az összes szőlőhegyének, illetve édesapámnak is, akik segítettek ebben a munkában, és továbbra is arra kérem önöket, hogy amennyiben önöknek ez fontos és szívügyük, hogy tényleg dokumentált, elektronikus formában ez megmaradhasson az utókornak. Kérem, támogassák a munkámat, én teljesen ingyen és bérmentve gondolom ezt, mert úgy gondolom, hogy én ennek a közösségnek ennyivel tartozom, hiszen nekem is vannak itt gyerekkori emlékeim, hiszen az én nagyanyám ugye a Révai Istvánné, a Medina szőlőhegyi, hegyi mama volt nekem, már nincs köztünk, de sokat gyerekeskedtem én, és itt is vannak azért ismerős arcok. És ebből a kutatásból szeretnék egyetlen egy gondolatot felolvasni, és még hozzátenni valamit. A szőlőhegyiek elmondása szerint a szükség és az egymásra utaltság egy nagyon összetartó és szeretetteljes közösségé alakította az ott élő embereket az idők folyamán. A Medina szőlőhegyen élők szíve évtizedekig együtt dobbant, mind örömben és bánatban egyaránt. Beszélgetésünk alatt megéreztem az akkor élő emberek életének egy kicsi szeletét, szele átsuhant a szívemen. A történetek és élmények felelevenítése közben nem csak saját szívemnek sebei gyógyultak, hanem tudom, az övéké is, mert a legnagyobb a szeretet. A Teremtő a szőlőhegyiek tiszta Isten hitére válaszul, még többet adott magából, és a szeretet erejével játszott szívüknek húrjain, reménységet adva a legnagyobb megpróbáltatásokban is. Legyen az háború és beszolgáltatás vesztesége, betegségek, halálesetek. És még egy gondolatot hozzáfűznék, hogy a feljegyzéseim során találkoztam a Vida családdal, és egy nagyon fontos információ jutott a birtokomba, hogy volt itt egy Tamaska Sándor nevezetű bácsi, a Gyuriéknak a közeli rokona, és ez a bácsi állítólag itt a temető fölött, illetve ebben a völgyben egy tárogatót fújt meg, és ez a tárogató még megvan, és én ezt a tárogatót láttam, és igazából megmondom őszintén, az volt a tervem, és ez a nagy meglepetésem, ami sajnos nem sikerült, hogy ezt a tárogatót valaki megfújja.
Most tudomásom szerint ez a tárogató itt van, jelen van, a többit a Gyurira bízom. És én az itt jelenlévőkre Isten, az élő Úr, az Úr Jézus Krisztusnak az áldását kívánom. Mindenkinek az életében hozza el azt a megoldást, azt a szabadítást, amit maga az Úr tud véghez vinni, hiszen akit a Fiú megszabadít, az maga is szabad. Isten áldja Önöket. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szerintem ezt a tárogatot többen meg tudnak fújni, csak nem hiszem, hogy meg tudnák szólaltatni. Meg szeretném kérni a püspök urat, hogy élőkérés holtakért legyen ez a szentmise, és sajnos már kevesebben vagyunk tavaly óta, a szabadi családból sajnos elköltözött valaki. Jobban mondva, nem is valaki, a Kollér Laci, tisztelet érte, imádkozunk érte. Meg szeretném köszönni nekik, hogy a nehéz napokban is kitartanak azért mellettünk, a Jóisten áldja meg őket. Meg szeretném köszönni az én családomnak, mert nálunk is vannak problémák. Sajnos a bátyám halálos beteg, és köszönet tisztelet nektek, mert akárhogy is van azért. Mindig szakítanak időt, ha Szegedről, ha Magyaregreiről, hogy tiszteletét tegyenek, tegyék terén a szöldögyen. Nagyon büszkék vagyok rátuk. Rita, te meg nagyon nagy dolog, hogy téged megbírmálnak. Mondja a családjáról valamit, mert nem mindenki tudja, ki a Rita. A szendék, de tudják, a szendéknek az unokája, és olyan megtiszteltet is érte, hogy a püspököt fogja megbírválni. A Jóisten értessen, és úgy élje az életben, hogy ne felejtsd el ezt a napot, és alapítsa a családot, és ne felejtsd el ezt a dolgot, mert ez nagy dolog. Megkérem a püspök urat, elnézést még a kántor úrra nem köszöntöttem őket, mert közben megjött a Györgyike is. Én még nem voltam ott, elnézést ígérem, hogy majd üdvözöllek benneteket. Megkérem a püspök urat, hogy akkor az élőkérés, ahol takért tartsa meg a számítást. Szent László világos, tiszta hitét, döntéseinek krisztusi hiten való alaposságát, és azt a mai világból, lelkünkből hiányzó vitéz, lovagságot kérjük, és imádkozzuk mindannyian ebben a mai szentmisében, akik itt vagyunk.
fölkérem Püspök urat a legszentebb áldozat bemutatására, a bérmálás kiszolgáltatására és a hívek főpásztori megáldására. Testvérek, először is köszönöm a plébános úrnak, hogy megértette ezt a találkozót és mellé állt. Lehetne ez másként is. És örömmel közreműködik Gyurival, hogy ez a találkozó szép legyen, és az oltár is gondozott. Külön köszönöm a két nagy mezei kéve csokrot, nem tudom ki hozta, de nagyon szép és ötletes, mert a szépen tisztelt oltár. Tudjátok, azért nem tudom hányadik alkalommal vagyunk így együtt, 10 biztos van már, meg 15 is talán, és utána még több is. Emlékszem, akkor mi úgy kezdtük, annyira elvesztettük a misének, a kápolnának a kultúráját, hogy dumáltunk, ez összesen jöttünk. Aztán azt hitték a férfiak, hogy kint kell hallgatni a misét, mikor egymásról fújják a cigarettát. És ahhoz képest már egészen normálisak vagyunk. Ennek mi örülök. Úgyhogy hál' Istennek kialakul ennek a találkozónak a kultúrája. Messziről indultunk, szétvertek bennünket, fizikailag is, lelkileg is. És amikor elkezdtük még tenni ezt a találkozót, akkor leginkább az öregjeimre gondoltam, az itteniekre, hogy megköszönjük nekik azt a sok-sok jóságot, amit Bözsike is elmondott, azt az összetartás, szorgalmat, amit elénk éltek itten. Számolgatás nélkül mindenkivel törődtek, szerették egymást. Ezt szerettem volna személy szerint én megköszönni az öregeinknek, amikor még elkezdtem ide járni ezekre a találkozókra. Ők elmentek, és örülök annak, hogy most már nem csak az innen elszármazottak vannak itt, hanem az elszármazottaknak az elszármazottjai. Az jutott eszembe, hogy néhányszor voltam Amerikában, és volt olyan esetem, amikor angolul mondta, hogy valaki mondta, hogy magyar, azt se tudta már honnan származott, de ő tudta, hogy magyar, de azt csak angol tudta már elmondani. Azt gondolom, hogy a találkozók által odáig eljöttünk, hogy már nem tudja, hogy van Medinaszőlőhegy, de tudja, hogy Medinaszőlőhegyi, és büszkén mondja ezt ki, akkor is megérte elkezdeni, és ez a jövő, Gyuri. Ne félj a jövőtől. Van jövő. Csak bennünk nem szabad, hogy elveszem. Ilyen szinten legalább tudjuk, hogy honnan jöttünk, honnan szalasztottak bennünket, ahogy a régen mondták. És ez fontos. Fontos tudnunk. És mondom, leginkább örülök, hogy mivel megtisztelek benne, a doktornéni is itt van, annak is örülök, meg hogy a Györgyikének itt van a legkisebbjei már, nem tudom hányadik generáció, most már itt van, pedig a Györgyikesi egészen Szőlőhegyi, csak innen elszármazott, de még tudja, hogy innen szalasztották. Úgyhogy Jóisten értessen bennünket is, ahogy a Gyuri kérte, meg Plebános is említette, az élőkért és megholtakért ajánljuk föl, és köszöntöm a bérmálkozót is, szép, hogy vállalt itten az ősöknek a hazájában ezt a bérmálást is, reméljük, hogy tényleg köröztik emberként volt folytatni tovább. Hogy egész évvel itt lehessünk ezen a találkozói szentmisén, elcsöndesedünk, bűnbánatot tartunk. És vezessen el az örök életre.
Thank you.
Szent Máté. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igényé. Áldunk éjjel Krisztus! Kedves testvéreim! Itt a szexádon velem voltak, azok már hallottak részben, amit elmondok. Az egyik, az emlékezés, amire szeretnék utalni, utána pedig Szent László kapcsán szeretnék néhány gondolatot megosztani. Ferenc pápánk az idei évre egy körlevelet adott ki a szerzetesekről szólva. És ennek a körlevélnek van egy szép gondolata, ami arról szól, hogy hálával emlékezzünk a múltra. Egy picit így vagyunk együtt. Hálával emlékezünk a múltra. Köszönjük a kis visszaemlékezéseket. Bízom benne, hogy ez a tanulmány majd folytatódni fog, és már nem csak a személyes kis élményeket fogjuk beleírni ebbe a visszatekintésbe, hanem megszületik egy objektív történelmet Medina szőlőhegynek, ami nagyon érdekes és tanulságos lehet. Úgyhogy nem abba hagyni ezt a kutatást, és nagyon objektívan megfogalmazni, hogy is keltett ez a település, hogy építették fel a Rákosi rendszerbe ezt a tornyot, hogy lett az Isten háza egyre szebbé. És szép ma is, mert kiletmeszelve nem így nézett ki, mikor elkezdtünk ide visszajárni. Ferenc pápa szépen megfogalmazza, hogy miért is kell emlékezni. Azt mondja, hogy nem azért kell emlékezni, hogy nosztalgiázzunk. Nem is azért kell emlékezni, hogy kutakodjunk a múltba, hanem azt mondja, ha emlékezünk, akkor tudjuk, hogy kik vagyunk. Erősödik az identitásunk. Ma egy csomó ember nem tudja már honnan jött, azt se tudja hova még, és csak a médián keresztül rángatják hangos vélekedések, nem tudják, kik már ők. Ha hűségesen össze tudunk jönni Szőlőhegyen, és az a szép mondom, hogy fiatalok is vagytok itten, a nemzedékről nemzedékre tovább adjátok az ősök tiszteletét, ennek a szinte már fölbombott településnek az emlékét, azzal nem csak az őseinknek állítunk emléket, hanem mi magunkat gazdagítjuk. Mert tudjuk, honnan jöttünk, tudjuk, hova megyünk, tudjuk, kik vagyunk. És a szétszilárd világban ez a legnehezebb, hogy tudjuk még, kik vagyunk. Akiket el szoktunk ilyenkor dicsérni a szentmise előtt, azok lehet, hogy nem voltak nagy tudósok. Mégis sokkal többet tudtak az életről,
mint mi nagyképűen. Bölcsek voltak. Hatelemiük volt, vagy még annyi se. Nekünk van lehet diplománk már, de lehet, hogy sokkal kevesebbet tudunk az életről, mint ahogy itt éltek négy elemére. Kell, hogy hálával emlékezzünk, hogy el ne felejtsük, hogy kik vagyunk. Ők tudták, hogy kihez tartoznak, tudták, hogy az Istenhez tartoznak, tudták, hogy ehhez a nemzethez tartoznak, tudták, hogy a családhoz tartoznak, és vigyázták egymást. Még ha talán nem is volt egy családtag olyan, mint amilyennek szerették volna látni. Tehát kell emlékezni, mert gazdagszunk általa, mi magunk tudjuk, hogy kik vagyunk. Másik, minden emlékezés egységet, közösséget épít. És kell az összetartozás. Kell a valakihez tartozás. Ennek a találkozásnak, talán találkozónak az egyik legszebb mozzanata, amikor az iskola udvarba próbáljuk megismerni újra egymást, köszöntjük egymást, örülünk egymásnak. Ferenc bápolt nagyon sokat beszél ebben a levelében, most nem akarom hosszabban taglalni majd, hogy a találkozás az titok, a kapcsolat az misztérium. De minden találkozásban egység épül, a különbözőségek egysége. Közöttünk is. Már talán meg se ismernénk egymást a különböző településeken, ha találkozunk egymással, nem ez itt évente egyszer ilyen címen együtt vagyunk Gyuri szervezésének jó voltából és a vendéglátó szeretetből, mégiscsak tudunk már egymástól, megismerjük egymást. Erősödik az egység. Tehát identitást ad, önazonosságot az ilyen találkozás. Egység épül általa. És valamit még elmond Ferenc pápa. Azt mondja, hogy amikor emlékezünk a régiekre, akkor, mint ahogy Bözsike is tette, meg későbbi szólók is tették, akkor kezdjük meg tudni megfogalmazni azokat az értékeket, eszményeket, a pápa így mondja, éltető szikrákat, amelyek őket mozgatták. Emlékszünk Lucininek a kis versére is, beszédeire, az itteni megemlékezésekben, ahol igazából megfogalmazta az ő hitvallását, ami őket éltette, ami nekik erőt adott a sokszor nem könnyű életnek az elboltozásához. Kemény cselédsors volt az, ami jutott itt sokaknak valamikor régen, aztán később már szebben nevezték, de ugyanúgy cselédnek tekintették őket, és kisárpányolták őket. És volt erejük, mert volt bennük éltető szikra. Testvéreim, ezért fontos ez a találkozó. Hogy hálával emlékezzünk, és a hálával való emlékezés közben mi magunk gazdagszunk, és ebből az emlékezésből hiszem azt, ha már nem is itt helyben, de valahol a lépben élünk, jövő épül, valamit szebbé teszünk magunk körül. Ne fáradjunk el az előkészítőkben, hogy előkészítsék ezt a találkozót. Az ideutazóknak pedig az, hogy ne fáradjunk el azért, hogy ide jöjjünk, hogy együtt legyünk egy napot, szakítsunk ki az életünkből. Kellene ők a megállások. A másik, Szent László király szeretnék szólni, aztán bér más egy egészen picit.
De Szent László királyról a mai papi imádságos könyvben Prohász Kottokárnak egy emlékedését olvassuk, aki azt fogalmazza meg Szent Lászlóról, hogy Szent László ugye már a Szent Istvántól meghirdetett kereszténységet veszi át 40 éves küzdelem után, itt ami volt belső háborúk Szent István után, és így mondja Prohász Kottokár, hogy magyarrá tette a keresztény szellemet, és attól kezdve nem idegen volt a kereszténység, hanem magyar lett, magyar földön a kereszténység. Ezért dicséri Szent Lászlót. Ugyanakkor Szent Lászlóról elmondhatjuk azt, hogy miközben magyarrá tette a kereszténységet, a magyarságot európaivá tette. Ő volt az, aki Szent István királyt, Szent Imre herceget, Szent Gellért püspököt és püspöktársait, ők vértanúk lettek, aztán két remetét, nyitrai remetét, Zoreár Andrást és Benedeket, akiknek Szent Mór pécsi püspök írta meg az életét, és ő az első magyar származású író, akinek a nevét ismerjük, meg irodalmi alkotását is. Sajnos nem vagyunk büszkék a nagyjainkra, nem is ismerjük, hogy Szent Mór pécsi püspök volt az első olyan magyar író, aki még latinul írt, de közünk van hozzá. Szóval ő avatta szenté elejét. A szent az nem csak egy vallási kategória, hanem európai értéket is jelöl. És éppen Szent Istvánnak a nemzetközisége tette Európá élő tagjává, szerves részévé a magyarságot. Tehát magyarrá tette a kereszténységet Szent László, és a magyarokat európaivá. És egy picit arról emlékedjünk, hogy Szent László a maga korában, 1077-től 95-ig, mikor király volt, fölismerte, hogy mit kell tenni. Ugye a freskók és Szexárdnak is emlékmű is erről szól, ő vívott a kunnal. Szinte mítikus harc volt ez, és ezen a küzdelemben az ősi legenda a keresztény embernek örök küzdelmét fogalmazza meg az Isten ellenes erőkkel szemben. Szent Lászlónak is a keresztény ellenes erőkkel kellett megküzdeni, és aki felelősséggel él, ma is ugyanúgy a keresztény ellenes erőkkel kell megküzdenünk. Ma nem kunoknak nevezzük őket. Máshol trónolnak, nem Kunországban, másként nevezik őket, más módon terjesztik az emberellenes tanaikat. Mi az, amit tennünk kell ma Európáért? Itt járt Alexandriából, Egyiptomból Henry Pulák atya, és megkérdezték tőle, hogy mit kell ma tenni Európáért. Azt mondta, hogy spiritualitásra van szükség, lelki megújulásra van szüksége Európának. Testvéreim, beszélünk gazdasági válságról, ilyen meg olyan válságról, divat erről sírdogálni, de az egésznek a gyökeréről nem szólunk, hallgatunk. Ahogy talán Gyuri is mondta az elején, hogy lelki válság. Sokszor beszéltünk ezzel a találkozókon erről, Isten felejtők lettünk, lelket felejtők lettünk. Hadd mondom el, talán egy fél év vagy egy éve volt valamikor egy rendőr akadémiámos rendőr egyetemnek mondják, előadást tartani, és egy öreg kimustrát professzor tábornok köszöntött. Elmondta, hogy ebben az intézetben
Törődtünk a rendőröknek a testi edzésével, szellemi képzésével, és nem vettünk tudomást a lelkükről. Akkor éppen kápolnát szenteltünk a rendőrakadémián. Testvérek, fölébrednek a nagyok is ám, csak mi kicsit nem ébredünk még mindig föl. Hogy kik vagyunk, hova tartozunk. A családjaink is csak úgy tudnak megújulni, hogyha van lelki megújulásra való készségünk. A társadalomnak, a magyar társadalomnak is, családjainknak is a legnagyobb hiánycikke pontosan a lelkieknek a hiánya. Szegény unokáink, dédunokáink azért járnak úgy, ahogy járnak, és mosolyognak le bennünket, mert mi is nem éppen a legszebben éltünk köröztény voltunkat. Visszatalálni a lelkiekhöz, visszatalálni a lelki megújuláshoz. Ez elsődleges feladat. A másik, amire azt hiszem mindjárt emlékezhetünk itt Medina-Szörnőhegyen, az egyszerűség. Bözsike szépen elmondta, hogy a szülők arra nagyon vigyáztak, hogy a gyerek tiszta ruhába jön az iskolába. Az a tiszta ruha fótos, azt nem mondta el a Bözsike. Fótos volt, a harisnya stoppolt volt, de tiszta volt. Ez volt az egyszerűség, ahonnan jöttünk, és ne felejtsük ezt el. Fődes volt a szoba, de minden tiszta volt. Egyszerű volt. Idéztem tegnap ezt a Bulát atyát, aki azt mondja, manapság elmegyünk egy nagy áruházba, csak úgy benézünk, semmit se akarunk venni, és meg két megpakolt szatyorral jövünk ki. Mert ostobák vagyunk. Mert nem tudunk egyszerűek lenni. Tehát lelki megújulás, egyszerűség. Mennyi minden szépet és jót tehetünk, ha sok butaságot nem csinálnánk, sok butaságot nem foglalkoznánk. Lelki megújulás, egyszerűség. Testvérek, küzdeni az emberért, családon belül és azon túl is. És Európa is áll. Az igazságot igazságnak mondani, a hazugságot hazugságnak mondani. A jót jónak mondani, a rosszat rossznak mondani. Ugyancsak tennap Ferenc pápát idéztem a szerzetességre mondott leveléből, ahol azt mondja, hogy prófétai hivatásunk van. Azt a prófétára, hogy azt mondja az Úr, hogy űrállóul állítottalak az éjszakába, és az űr várja a hajnalt. Ez a keresztény embernek a hivatása. Néha éjszaka van körülöttünk, de tudjuk, hogy eljön a hajnal. Eljön a fény, eljön a jövő, hogy van jövőnk. Lehet, hogy nem úgy lesz jövő, hogy ez a falu benépesül. De igenis jövő épül ebből a gyökérből, ha csak így találkozni tudunk akkor is, és azt mondjuk, ez a jövő, Gyuri. Ezért érdemes tenni ezt a találkozót. Mert sokkal nagyobb területen az a jó, amiben elszármazott élni fog. Ez jövő. Tehát küzdeni az emberért, az emberségünkért. Proféták vagyunk, a globalizációnak sok minden sötétsége lesz körül, éjszakája, de várjuk a hajnalt.
és gondolkodó azt mondja, az éjszaka kívánja a fényt, a reggel. A ködről nem tudom, hogy sötétségbe vagy világosságba fordulunk. Ne legyünk ködös és ködösítő emberek. Legyünk normálisabb, akinek a fekete fekete, a fehér fehér. Azt mondja a pápánk, ha elveszítjük a kovász voltunkat, hogy megy a szőlők, legyen értjük a képet, akkor mit teszünk a tésztával? Mi fogja megerjeszteni a tésztát? Emlékszem a régiek, mi milyen kétségbe esetben mondták, jaj, elfelejtem kovász félretenni. Kovász nélkül nem lehet kenyeret sütni. Tudjuk jó. És kovász létre vagyunk meghívva, hogy küzdjünk az emberért. Másik testvéreim, vigyázni a családot. Nem engedni, hogy szétszedjék vállalatok minden, akik agyon hajszolnak bennünket, a családot. Mert az öregeim, akik éltek, akikre emlékezünk ezen a szentmiséken, akárhogy is volt, de vigyáztak egymástól. Hűségesek voltak egymáshoz. Megápolták egymást. Akármilyen nehéz is volt. Vigyázni a családot. És őrizni ott, ahol vagyunk, az egységet. Hogy a mai napon is szépen együtt vagyunk. Lehet, hogy öregeink között valaki egyik másikára másképp nézett, de azért tudjuk, hogy ide tartozunk és egységben vagyunk. Gyuri néha érzi a feszültséget, de nem csak az van. Van szépség. Ennyit most erről, mert az időnk nagyon elmegy. Egy szót a bérmálásról. Legtöbben, akik itt vagyunk, megbérmálkoztunk. El is felejtettük már, hogy ilyen is volt. Pedig a bérmálás marad. Annak idején így mondtuk, hogy jegyet kaptunk a szívünkre, eltörhetetlen jegyet a keresztség által is, meg a bérmálás által is. Mert a bérmálás marad. Csak a mély ütött állapotban van bennünk sokszor. Ez nem jó. A mély ütött portékát ki kell óvasztani, akkor lehet fogyasztani. Szóval, mit kezdjünk egy bérmálással, a megbérmáltságunk tényével? A bérmálás szentsége azoknak, már megkaptuk a Szent Lelket, újra megkapjuk a Szent Lelket benne. Megkaptuk. Ki ez a Szent Lélek? Szeretem idézni a teremtés elbeszélésből ezt a mondatot. Isten lelke lebegett a vizek fölött. Az a vizek szó, a káosz, a tohu, a bó, az összevisszaság. Innen származik ez a szó. És amikor a lélek betölti a mindenséget, akkor a formákon a formát az irány nélküli irány kap. Ezt tudja adni a lélek. Onnan Litániában ilyen fohász sugallatait elhanyagolásától ments meg Uram minket. Hát ezt megtettük, hogy elhanyagoltuk. A lélek az jóra indít. Csak elhallgattattunk. Mindig az orrák ötöttünk a lélekből. Ahogyan az Erika mondta, hogy az üveglapon ott maradt a lenyomata, ezt csak eltűnt. A mai bérmálás itt Medve a Szőlőhegyen éleszte föl bennünk a bérmálás kegyelmét. És ezt a fohász vigyük magunkkal haza, sugallatait elhanyagolásától ments meg Uram minket. Engedjük, hogy a lélek irányt újra formát adjon az életben. És annyit hadd mondjak, hogy az apácsak az evangéliumot felolvasta, a Kolbert Öspörös úr először járt Medinaszőlőhegyen, és jó, hogy meghívták, nem tudom, ki hívt volt a meghívó, és szép, hogy eljött. Aranymisé is elmúlt,
78 éves, ha jól sejtem. 79. Úgyhogy fiatalosan itt van közöttünk. Isten éltesse a fiatal papokkal együtt, mert az is szép, hogy van egy kis papunk is. Ez is titka példánkat. Szenvedi állapotnak. Úgyhogy téged is Isten éltesse és kitartásra. Jó? Most akkor elénekeljük a Szentlélek hívását, és akkor utána jön a vérmások kiszolgálatása. Isten. Szerint, de lélekben ellentmondunk a gonosznak, és megújítjuk hitünket a Szent Háromságos Istenben. Mindjárt mondjuk a bérmándóba együtt. Ellene mondottak a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőkben, akiben a mai napon Zita részesül a bérmálás szentsége által, úgy, amint pünköskor az apostolok részesültek. Hisztek-e a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban. Most egy imádság következik. Először felszólítom az egész közösséget a Szentlélek vállásra, aztán egy áldó imádságot mondok, kiterjesztett kézzel a bérmálkozó fele, ahol a Szentlélek 7 ajándékát kérem rá is, és mindannyiunkra. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassza el jóságosan Szent Lelkével fogadott gyermekeit, kik újjászülettek már az örök életre a keresztség vízéből, a Szentlélek erősítse meg őt bőkező ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őt hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Mindenható Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, te szolgádnak vízből és Szentlélekből új életet ajándékoztál, és megszabadítottad őt a bűntől. Urunk,
Küldd erre a vigasztaló szent lelkeit. Add meg neki a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudományt és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az Isten félelem lelkével. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Erzsébet, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. És közbenjárására, és árazd reánk áldásodat,
Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus által. Mert szentjeid példás élete által az Anyaszent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg. És így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. És hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságot mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újonva zenjünk. Szent vagy, szent vagy. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Élek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíven előlünk egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György László püspökünkkel, a püspökök testületével, a papsággal és egész megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban vízba távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal,
Árpádházi Szent László királlyal, Avilai Nagy Szent Terézzel, magyar nemzetünk szentjeivel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket, hanem egyházad hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kész és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
könyörögjünk. Úrunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét. Alázatosan kérjük jóságodat, ne vondd meg tőlünk jelen életünkben segítségedet, és Szent László király közben járására add, hogy elnyerjük az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által. Amen. Excellenciás és főtisztelendő püspök úrnak megköszönjük az ünnepi szolgálatot, hiszen mise bemutatását, kérjük a főpásztori áldást is, a mise végén is megköszönjük, hogy fiatal testvérünknek kiszolgáltatta a nagykorúság szentségét. Ha jól tudom, a szervezők szokás szerint ebédre várják a megjelenteket. És én is szeretnék még valamit mondani, már nagyon szégyellem magamat, a Csajbó Gabika meg a Sifos Gabi az olyan önzetlenül segít, és nagyon szégyellem magamat, hogy még említést tettem. Bocsássatok nekem meg. A Tóth Feri családját is szeretnék bocsánatot kérni, mert úgy látszik, öregszik. A nagylelkű hozzájárulást és a Rózsika nénének azt a gyönyörű hímzést, amit már tavaly is az oltár terült, hogy ez készített. A Molnár Pistéknak meg szeretnék gratulálni, mert 20. házasság évfordulójuk van. Remélem meg tudtok nektek bocsátani, ha nem, akkor majd megmondjátok. Köszönöm szépen. Gyuri Michelt is mondta, én gondoltam is látok Molnárék, csak aztán kimaradt mégis a sok beszédben. A szentmisét szeretném hirdetni a még helyben élőknek és a iskolakápolna küszöbét koptató maroknyi kis csapatnak, hogy megtartjuk a július havi szentmisénket. Július 19-én a szokott rendszerint, tehát a hónap harmadik vasárnapján, délután 2 órakor. Testvérek, majd az áldás után elénekeljük a kántorok segítségével a himnuszt, és akkor a Mátyás atyának elkezdi a szózatot is, hogy megújítsuk az ide tartozásunkat a szózat éneklésében is. Az Úr legyen veletek! És az elkezdem! Legyen áldott az Úr neve! Most és mindenekké! Segítségünk az Úr nevében! Aki az eget és a földet alkotta! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen! Yeah.
napról napra, hálad lesz szívem, dicsérünk téged, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Egy pillanat.